Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják június 4-én szerdán. Köszöntöm nézőinket! Mai összefoglalónkban egyebek mellett foglalkozunk azzal a konferenciával, amelyet az ISPA keret és más EU támogatások témakörében rendeztek. Ott voltunk a Pécsi Akadémiai Bizottság szervezésében kezdődött Magatartás Tudományi Napok nyitó előadásain, egy ruhagyűjtő akció örömteli fináléján és az Országos Arany János Tehetséggondozó Program első eseményein is. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. A Magyarország rendelkezésére álló uniós előcsatlakozási támogatásnak, vagyis az 500 millió eurós ISPA keretnek eddig csak mintegy 40%-ára kötötte meg a szerződést Brüsszel, amely 2004 májusától már az EU strukturális és kohéziós alapjaira fogadja a pályázatokat. Az ISPA keret lehívásának felgyorsítása és a további EU támogatások megszerzése érdekében szerveztek konferenciát Pécsett. Az Európai Bizottság 2000-ben hirdette meg három előcsatlakozási alapját. A mezőgazdasági beruházásokat célzó SAPARD és a regionális fejlesztéseket támogató FAR program mellett létrehozták az ISPA keretet is, amely a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrális projektek finanszírozására szolgál. Ez utóbbi keret az EU kohéziós alapjának mintájára működik. A kohéziós alap hivatott arra, hogy az EU kedvezőtlenebb helyzetű tagállamait felzárkóztassa. Eddig a 15 tagállam közül mindössze 4 vette igénybe a kohéziós alap forrásait, ám 2004 májusától ez gyökeresen megváltozik. Az új tagállamok, köztük Magyarország, remekül fel tudják majd használni ennek az alapnak a forrásait, amely az elkövetkező 3 évben az összes Európai Uniós támogatásnak a harmadát jelenti majd. A kohéziós alapból 1 milliárd euró értékű forráshoz juthat Magyarország, amely ebből a támogatásból közúti és vasúti infrastruktúrájának fejlesztését, illetve környezetvédelmi programjainak, elsősorban a szennyvíz és a hulladékkezelési intézményeinek javítását finanszírozhatja. Az ISPA hasonló prioritásokkal rendelkezik, célja, hogy az EU pályázati rendszerét megismerjék az új tagállamok. Ez az ismerkedés eddig csak részben sikerült. A hazánk számára rendelkezésre álló 500 millió eurós keretösszegnek még a felét sem használták fel eddig, holott ez a forrás csak jövő májusig érhető el. Éppen ezért szükséges a környezetvédelmi, illetve közlekedési infrastruktúrális projektek kidolgozásának felgyorsítása, amelyet a pécsi konferencia szolgált. Ezen a már ISPA támogatást elnyert városok adták át tapasztalataikat azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a programba illő beruházást terveznek. Pécs a már támogatást elnyert városok közé tartozik, az ISPA keretből a Mecsekoldal szennyvíz csatorna hálózatának kiépítését valósíthatja meg, de résztvevője annak a programnak is, amely 340 település összefogásával regionális hulladékkezelő kiépítését célozza. Persze a már elnyert támogatások mellé további forrásokat remél a város, amely folyamatosan dolgozza ki a projekteket. Projekt mélységig összegyűjtöttük azokat az ötleteket, hogy melyek azok, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a strukturális alapok részébe belefér, illetve melyek azok a témák, amelyek a kohéziós alapra beadhatók. A múlt heti közgyűlésünk fogadott el 10 olyan témát, amelyet a projekt előkészítő alapra beadtunk, mint pályázat, amely városrészrehabilitáció kezdve az egészségügy, szociálpolitika, nevelési programokon keresztül fölöleli a város életének valamennyi fontos szektorát, és cégeinkkel, civil szervezetek együttműködve, környező önkormányzatok együttműködve további 10 projektbe vagyunk társ felelősként nevesítve, együttműködő partnerként nevesítve. Emellett a hamarosan kiírandó Orpheus programról sem kíván lemaradni az önkormányzat, amely a teljes egészében önkormányzati tulajdonú PVVRT révén nyújt be pályázatot a regionális vásár- és rendezvényközpont kialakítására. Hasonló kidolgozott projektekre más városokban is szükség lesz, mivel csak ezek révén hívhatók le a jövő évtől rendelkezésre álló Európai Uniós források. Magyarország 2004 és 2006 között a strukturális alapokból és a kohéziós alapokból összesen kb. 3 milliárd euró támogatása számíthat. Ez azt jelenti, hogy a kötelező hazai társfinanszírozással együtt is az ebből finanszírozható fejlesztéseknek az összértéke legalább 1000 milliárd forint lesz. Ez azt jelenti továbbá, hogy az egy év alatt az Európai Uniótól kapható támogatás Magyarország számára belépést követően a jelenlegi szintnek a 4-5-szörösére kúszik fel.
teljesen világos, hogy ez óriási lehetőség, és a mai konferenciának az a célja, hogy ennek a lehetőségnek a kihasználására készüljünk fel. Jövő évtől szinte minden területen lesznek elérhető támogatások, amelyek a már említett környezetvédelmi és közlekedési fejlesztések mellett a strukturális alapok révén gazdaságélénkítő, beruházás ösztönző és vidékfejlesztési programokra is igénybe vehetők lesznek. Soros ülését tartotta a közgyűlés lakásfejlesztési és gazdálkodási, valamint oktatási bizottsága. Utóbbi testület rendkívüli ülésen végezte munkáját, annak érdekében, hogy a következő közgyűlésen előterjeszthesse az időközben fontossá vált témákat. Rendkívüli ülését tartotta az Oktatási Bizottság, ennek oka, hogy még a 12. közgyűlés előtt kellett némely napirendi pontokat megvitatni. Így például a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont világításának korszerűsítéséről, a Pollák Mihály szakközépiskola költözésének támogatásáról is szó esett szerda délután. A jövőben változások várhatók a polgármesteri ösztöndíjak elbírálásában is. Középfokú intézményekből és felsőfokú intézményekből jelentkeznek hallgatók. Most megkötjük azt, hogy 4,51-es átlag alatt nem lehet erre jelentkezni, és hogy tulajdonképpen ez ugye egy teljes évig tart, és ezt tudomásul véve a hallgató, akkor nem pályázhat erre 3 éven belül. Tehát akkor ez lesz az a módosítás, ami ezzel kapcsolatosan. Nagyon sok fiatal, nagyon sok tehetséges fiatal jelentkezik, akik tényleg komoly versenyeket, országos, megyei és egyéb versenyeket nyertek már, és ezek között bizony nagyon nehéz a választás, és az is még módosítás, hogy nem csak az Oktatási Bizottság, hanem az Ifjúsági Bizottság is átnézi ezeket az anyagokat, és úgy küldjük a polgármesterhez, aki általában ezeket az általunk átszívt javaslatokat elfogadja. Szó volt még arról is, hogy a Cipernovszki és az 508-as kertvárosi szakközépiskolákban pedagógusi állásokat szüntetnek meg, melynek oka, hogy szeptemberben jóval kevesebb elsős kezdi meg tanulmányait, mint ahányan negyedik végeztek ezekben az iskolákban. Soron következő ülését tartotta a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság is. Itt a Mecseki Bányavagyonhasznosító RT Pécs Vasasi ingatlanok bontására beadott kérelme mellett egyéni igényeket bíráltak el. 4 évvel ezelőtt indult útjára a kezdeményezés, hogy az Orvoskarok Magatartástudományi Intézeteinek oktatói, kutatói évente találkozzanak, megismertessék egymással legújabb kutatási eredményeiket, bemutassák oktatásfejlesztési programjaikat és megbeszéljék közös problémáikat. Idén az erről szóló konferenciának Pécs ad otthont. Kétnapos rendezvénysorozatnak adott otthont az MTA a Pécsi Területi Bizottság székháza. Június 4-én és 5-én a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézete és Orvosi Pszichológiai Csoportja rendezésében zajlott a 4. Magatartástudományi Napok konferencia. A résztvevők a magatartástudománnyal, magatartásorvoslással, társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek, akik megosztják egymással a legújabb kutatási eredmények. A mi tudományterületünk tulajdonképpen minden tekintetben az orvoslás szolgálja. Mi mélyen hiszünk abban, hogy az orvoslás az egy humán tudomány, és hogy az emberek nem csak technikailag kell összerakni és szétszedni, hanem az ember valóban lélekkel és társadalmi környezetben élő egyén, és ezért nagyon fontos, hogy a magatartástudományok, a magatartásorvoslás és a többi társadalomtudomány is megjelenjen, mind az orvosképzésben, mint pedig tulajdonképpen magában az orvoslásban is. Tulajdonképpen olyan, hogy csak önmagában létezik egy betegség, azért az nem fordulhat elő. Természetesen vannak kórokozók, amelyek direkt módon okozhatnak betegséget, de a legtöbb civilizációs betegség azért az összefügg a lélek működésével is, és nekünk az a dolgunk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, amellett, hogy egy társadalmi, adott társadalmi környezetben is élnek az emberek, közismert az, hogy a szegényebbek, a rosszabb életkörülmények között élőknek a várható átlagos élettartama jóval rosszabb, mint a jobb helyzetben lévőké, a gazdagabb embereké, és ez Magyarországon is igaz. Legalább 5 évnyi különbség van például a legmagasabb státuszúak és a legalacsonyabb státuszúak között a várható élettartamban a férfiak körében. Minden évben más helyszíneken zajlik a konferencia. Pécs, Budapest, Debrecen és Szeged városai fogadják a résztvevőket és előadókat. Nem csak a helyszín változik esztendőről esztendőre, hanem a kiemelt téma is.
Idén az egészség évtizedének Johann Béla Nemzeti Programja a fő irányvonal. Ennek az oktatás és az általános orvoslás területén mérhető népegészségügyi programnak magatartástudományi vonzata is van. Az egészség évtizedének Johann Béla Nemzeti Programját ez év április 7-én fogadta el az országgyűlés elsőprő többséggel, 98,5%-os többséggel. Ez a program egy valódi interszektoriális program, amely az élet legkülönbözőbb szinterein igyekszik az emberek egészségesebb élethez való lehetőségeit megteremteni. A magatartástudományok számos elemében megjelennek a népegészségügyi programnak, nyilván az alkoholpolitikától kezdve az iskolai egészségfejlesztésig, a lelki egészségvédelméig számos olyan eleme van ennek a népegészségügyi programnak, amely nem lehetséges a magatartástudományi szakma aktív részvétele, közreműködése nélkül, és az embereket körülvevő mindennapi élet feltételének változtatása nélkül. A programhoz kapcsolódó mérési adatok az élet legkülönbözőbb területeiről szerezhetők be, illetve néhány adat már rendelkezésre áll a szakemberek számára. A kiemelten kezelt téma mellett sok más előadás is helyet kapott a kétnapos konferencián, ahol az előadások szüneteiben lehetőség volt a résztvevők személyes kapcsolatteremtésére és eszmecseréjére is. A pécsi Lővei Klára gimnáziumi már harmadik alkalommal adott hont az Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében megrendezett művészeti fesztiválnak. Az idei rendezvény mutatkozik a legígéretesebbnek, és egyben a legnépszerűbbnek is. A négynapos eseményre 630 diák érkezett városunkba. Kedden délután a Kodály Zoltán kollégiumban gyülekeztek a Pécsre érkező diákok és tanárok, hogy elfoglalják a fesztivál idejére új szállásukat, és készüljenek a következő napok megmérettetéseire, úgy a színjátszás, a szavalás, mint a prózamondás területén. De természetesen hallhatóak lesznek egyéni produkciók, és fellépnek kórusok, tánccsoportok is. Azért különleges, mert itt olyan gyerekek, tanulók, diákok jönnek össze az ország 21 iskolájából, akik az Országos Arany János Tehetséggondozó Programnak a tanulói. És ez ennek a küldetése ennek a programnak, ennek a programatanulóknak, az még jobban összehozza ezeket a gyerekeket. A legnagyobb újdonság az, hogy 630-an jöttek el. Első évben 300-an, 350-en voltak mind a két évben, most 600-an, 630-an. Hát szinte meg fog pezsülni a város. A tanári szekcióüléssel induló rendezvényt a diákok is örömmel fogadják. Nem csak szórakozási lehetőségnek gondolják, hanem hasznosnak is találják. Nekem nagyon sokat jelent ez a fesztivál, mert együtt lehet ez a nagyon sok ember itt, és kibontakozhatják azt, amit tudnak és tanultak. Személy szerint gitározom, és általában a megnyitón szoktam zenélni. Első évben részt vettem egy versenyen, elég jó eredményt értem el, de inkább ezek a... És mit vársz a mostanitól? Hát a mostani megnyitón is zenélni fogunk az osztályon, egy zenés darabot fogunk előadni, és ez a művészeti fesztivál szerintem eddig a legnagyobb, mert a legtöbben jöttek el ebben az évben. Szerintem egy diák számára, főleg ennyi idős korban elengedhetetlen az, hogy kibontakozhassa azt, amiben tehetséges, és itt lehetősége van rá nagyon sok művészeti ágban. És ez nagyon fontos, mert az emberek azért mennek gimnáziumba, mert nincs konkrét további elképzelésük, és itt talán megtalálja azt, amit ő szeretne csinálni. Szeretem a humán tárgyakat, a médiával kapcsolatos dolgokat. Szeretek énekelni, mondjuk ahhoz akkora tehetségem nincs, amekkora kellene. És nem tudom, hát mindent szeretek, amiben élet van, mozgás, egy kis vidámság. Az elkövetkező napokban nem csak a diákok, hanem az egész város élete felpesdül kicsit, és a színvonalas előadásokon túlmenően a gyerekek újonnan szőtt barátságokkal, mi pedig egy kis fiatalos lendülettel gazdagodhatunk. A nevében megújult Fidesz Polgári Szövetség májusban új elnökséget választott, kialakította a választókerületi szervezeteket és létrehozta a tagozatokat is. Sopron után Pécset is létrejött egy ilyen szerveződés. A szövetség pécsi szervezete tegnap délután a Nagy Lajos Gimnáziumban tartotta ünnepi ülését. Szövetség született címmel kedden délután a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tartotta ünnepi ülését a Fidesz Polgári Szövetség pécsi szervezete. A rendezvényen Pálinkás József, az Orbán kormány oktatási minisztere, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kulturális tagozatának elnöke tartott előadást.
A nevében is megújuló Fidesz Polgári Szövetség májusban új elnökséget választott, kialakította a választókerületi szervezeteket és létrehozta a tagozatokat is. Sopron után Pécsett is létrejött egy ilyen szerveződés. A tagozatok létrehozásával a Fidesz Magyar Polgári Szövetség szakmai politizálását szeretnénk megerősíteni, a választókerületek létrehozásával, a választókerületi szervezetek létrehozásával pedig a választásokra való felkészülést szeretnénk szervezettebbé, összefogottabbá tenni. A kulturális tagozatnak kialakulnak a regionális szervezetei, a regionális szervezetnek vezetői tagjaivá válnak az országos tanácsnak, a kulturális tagozat országos tanácsának, és a kulturális tagozat országos tanácsa megválasztja a kulturális tagozat elnökségét, elnökét, és ezen keresztül a közvetlenül a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökségébe kerülnek be azok a vélemények, amelyek például Pécsett a kulturális tagozatban megfogalmazódnak. Pálinkás József volt oktatási miniszter, lesújtó véleménnyel volt a jelenlegi kultusztárca vezetéséről. Koncepció nélküli sodródó a pillanatú oktatáspolitika. Én igazából a oktatási miniszterről nem nagyon tudnám megmondani, hogy ő oktatási miniszter vagy informatikai miniszter. Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évét azt nagyobb részt informatikai programok, beszerzések és botrányok menedzselésével töltötte. A legnagyobb ellenzéki párt pécsi csoportjának vezetője, de Bázio Antonio a gyűlésen elmondta. Tavaly 100 tagot számlált a párt, idén már a duplájára emelkedett a jobboldali szimpatizánsok száma a városban. Ahogy arról mi is írtattunk, eleddig egyedülálló közös ruhagyűjtő akciót bonyolított le a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi szervezete és a város önkormányzata. Az összefogásnak meg is lett az eredménye. Ma délután a szokottnál jóval több és minőségileg is jobb ruhát adhattak át a szervezetek az erre rászorultaknak. A Malomvölgyi Szociális Otthonban adták át azokat a ruhaneműket, amelyeket a város vezetése, valamint a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezésére Pécsett gyűjtöttek össze az elmúlt hónapban. Az intézményben lakók nem pizsamában és fürdőköpenyben ülnek a folyosókon és a kertben, ezért az ő számukra is fontos, hogy kopottas és régi darabokból álló ruhatárukat megújítsák. Mivel Pécs anyagi lehetőségei elég szűkösek ahhoz, hogy új ruhákkal lássák el a lakókat, más módon próbáltak segíteni a szociális intézmények lakóin. A civil szférában hirdették meg a ruhagyűjtést, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai segítségével 2,5 tonna felső ruházat gyűlt össze. Ezeket átválogatták, és a jó állapotú, még hordható ruházat június 4-én eljutott a címzettekhez. Tudni kell, hogy ezek az emberek, akik itt élnek, 480-an együtt, ők egy nagyon zárt világban élnek, és nagyon sokszor van olyan érzésük, hogy rájuk kevesebb figyelem jut, az ő sorsuk nehezebb, és minden ilyen megmozdulás, minden ilyen gesztus, minden ilyen segítség az ő hitüket erősíti, hogy fontosak, nagyon jó, hogy vannak, hogy odafigyelnek rájuk, hogy gondoskodnak róluk, úgyhogy ezt a lakók nagyon nagy örömmel és köszönettel veszik. Én személy szerint is nagyon örülök neki, mert az bizonyítja, hogy érdemes kérni, érdemes odafordulni, ahol az ember várhat segítséget, és hát a természetes, hogy ez nekünk nagyon nagy anyagi segítség. A Máltai Szeretetszolgálat máskor is szokott hasonló jellegű ruhagyűjtési akciót meghirdetni, de ilyen nagy megmozdulást kevésszer tapasztaltak, mint ez alkalommal. Vonatkozik ez arra, hogy ezúttal a város vezetése kereste meg a civil szervezetet segítségkérő szándékkal. Az ilyen felhívásra pedig az emberek többsége pozitívan reagál. Azok az emberek, akik saját bőrükön érzik a szükséget, azok nyitottabbak arra, hogy adakozzanak. Én ezzel most nem szeretnék senkit bántani. Sajnos a jó magyarosan a másik oldalára esünk át, amikor mindenféle szervezet, annyiféle gyűjtést rendeznek. És azok, akiket hát megszólítanak, már nagyon-nagyon megfásultak vagy belefáradtak. Tehát igen, hitelesen kell megszólítani az embereket ahhoz, hogy tényleg nyitottaká váljanak és adjanak. Azok az emberek, akik hangsúlyozom, érzik azt, hogy mit jelent nélkülözni, azok érdekes módon
jobban adományoznak, vagy adnak. Nem nagy dolgokat, de hát ez a bibliai szegény asszony két fillére, tehát a szándék az sokszor többet jelent. Magam is két alkalommal részt vettem az akcióban, és az uránvárosi kerületben, és úgy érzékeltem, hogy a lakók nagy örömmel hozták a ruhákat, és nagyon jó néven vették egyrészt azt, hogy kimegyünk a lakóterületre és ott szedünk, másrészt pedig azt, hogy pontosan tudják, hogy a pécsi szociális otthonokba kerülnek a ruhák, és mi erre garanciát várunk. Tehát én nagyon nagy bizalmat éreztem a lakosság részéről, és ezúton is köszönöm nekik ezt a megértést és a sok-sok segítséget. Mint látható, a ruhák jó helyre kerültek, és nem csak a Malomvölgyi Szociális Otthon lakói részesülnek a szállítmányból, hanem más hasonló jellegű idős otthon és gyermekintézmény is hasonló ruhacsomaggal gazdagodik majd. Mindez pedig Pécs lakóinak jó szándékával valósulhatott meg. A Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság eltűnés miatt kereste azt a 33 éves férfit, akit a pécsi rendőrök a tegnapi napon a tévétoronyban találtak meg. A férfi a kihallgatás során elmondta, hogy öngyilkossági szándékkal érkezett a toronyhoz, de szándékának végrehajtásában a rendőrök megakadályozták. A férfit megfigyelés céljából kórházba szállították. Most az elmúlt 24 óra további eseményeiről rövid összefoglalom következik. Egy testvérvárosi konferencia megrendezésére benyújtandó pályázatról szóló erőterjesztés megtárgyalásával kezdte meg szerdai soros ülését a közgyűlés külügyi, EU integrációs és informatikai bizottsága. A testület támogatta az előterjesztést, amelynek értelmében a pályázat kedvező elbírálása esetén december első felében egy olyan tanácskozást szervezne városunk, amelyen az Európai Uniós támogatások felhasználásával foglalkoznának a város meghívott testvérvárosai és azok a városok, amelyekkel a későbbiekben alakíthat ki partnerségi viszonyt Pécs. A bizottság egy másik interregionális pályázat benyújtását is támogatta. Ez Grác városával közösen vizsgálná meg a világörökség belvárosra gyakorolt hatását. A bizottság egyhangulag támogatta a jelenkor támogatási kérelmét, amely a tradicionális irodalmi folyóirat honlapjának elkészítésére és működtetésére irányult. A testület 300 ezer forinttal támogatta a folyóiratot, amelynek archívumából egy CD-t is készítenek a bizottságnak, amely a későbbiekben dönt ennek reprezentációs és egyéb célú felhasználási lehetőségeiről. A Baranya megyei önkormányzat szakmai tanácskozás során tárgyalta újra a 2000-ben készült Baranya megyei kulturális fejlesztési koncepciót. Az ülést megelőző sajtótájékoztatón Tasnádi Péter elmondta, eddig a források hiánya miatt nem következett be a koncepcióban jelzettek megvalósítása. A találkozó célja, hogy a kivitelezhetőnek tűnő operatív programokat kiválasszák a koncepcióból, és létrehozzák azokat a szakmai csoportokat, amelyek az egyes programokat előkészítik. A tanácskozás során a korreferátumokban tárgyalt témákat, mint például a hatékony információs rendszer megteremtését, vagy a megyei kulturális turizmus erősítését 2004-től Európai Uniós forrásokból lehet majd finanszírozni. A legfőbb cél azonban a kulturális főváros cím elnyerése, amely 2009-re valósulhatna meg. Újabb forgalmi rendváltozással kell számolniuk jövő hét hétfőtől a városban gépjárművel közlekedőknek, ugyanis július 10-től le lesz zárva az Universitas utcai csomópont. A munkálatok előreláthatóan nyár végével fejeződnek be, hangzott el június 4-én a PVVRT koordinációs összejövetelén. Hamarosan befejeződik a Somogyi Béla utca aszfaltozása. A Bacsó Béla utcában június 16-án közműépítés kezdődik, várhatóan 10-14 nap alatt befejeződnek ezen munkálatok. A terület forgalmi rendje nem változik. A Rákóczi utat előreláthatóan június 22-én adják vissza a forgalomnak. Még közel két hétig le lesz zárva a Lékszeszgyár utcai csomópont vasúti átjáró felüli szakasza, csak a kisállomási vasúti átjárót használhatják a környéken autózók.
Az épülő Árkád bevásárlóközpont környékén is számíthatnak az autósok forgalomváltozásra. A Cisco Hálózati Akadémia program 1998-ban indult Magyarországon, célja a hálózati informatikai szakemberhiány csökkentése. A programnak köszönhetően az idei évben országszerte 400 hálózati szakember fog végezni. A képzésre a 2003-as évtől Pécsett, a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolában is lehetőség nyílik. Az oktatás háromszintű rendszerben folyik majd, az intézmény tanulói számára szintenként 4-4 szemeszter ingyenes, a következő tanévtől kezdve 20-30 hálózati szakember kerül majd ki az iskola falai közül. A program 2001-ben bekerült az országos képzési jegyzékbe, így a diákok a képzés befejeztével informatikai hálózati rendszer telepítő diplomát kapnak kézhez. A Széchenyi Gimnáziumban a program támogatóinak segítségével kiépült a képzéshez szükséges alaplabor is, amit szerdán mutattak be sajtótájékoztatón. A Pécsi Tudományegyetem külföldi kapcsolatait újból bővítette. Ezúttal dr. Tóth József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Robert Miller, a New York államban található Nazareth Magánegyetem elnökével írt alá együttműködési megállapodást. A tengeren túli egyetem 1924-ben alakult meg, jelenleg 3100 graduális és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatója van. A képzés akárcsak Pécsett a tudományterületek széles spektrumát öleli fel, a bölcsészettudományoktól az egészségtudományokig. Az egyetemközi kétoldalú szerződés a jövőben elősegíti az oktatói és hallgatói mobilitást. Közös kutatásokra, konferenciákra, illetve pályázati munkákban való részvételre is lehetőséget biztosít. Egyetemünk nevében a rektor egy zsolnai vázával ajándékozta meg a vendégeket, akik ugyancsak készültek egy kis meglepetéssel, amiből nem hiányzott az egyetemükről készült fotó sem. Az Ifjúsági Házban szerdán műsorral egybekötött ünnepséget szervezett a Nyugdíjasok Egyesülete. A szervezet évek óta folyamatosan részt vesz a HÉRA alapítvány pályázatain, a Pécsi Önkormányzat és a PÉTÁV közreműködésével. A pályázat lényege, hogy a három szervezet által az alapítvány számlájára befizetett összeg háromszorosát juttatja vissza kis nyugdíjasok energiaszámláihoz, ez személyenként 3-5000 forint egyszeri támogatást jelent, de ezen túlmenően a civil szervezet a támogatottaknak energiatakarékos izzókat is ajándékozott. Ennek hivatalos átadásáról, valamint a Nyugdíjasok Egyesületével folytatott több éves együttműködésről számolt be a rendezvényen az alapítvány kuratóriumának elnöke. Kilátott engem. Ady Endre ezen gondolata volt a mottója, annak a szavalóestnek, amelyet kedden tekinthetett meg a pécsi közönség a Művészetek Házában. Harsányi Attila, a Pécsi Nemzeti Színház művésze, valamint Krum Ádám, a Budapesti Kamara Színház művésze a gondosan összeválogatott költemények hatását Bogárdi Alice hegedű játékával fokozta. A teremben a feszültséget tovább növelték a kivetítőn olvasható versorok, amelyek az előadott alkotásokkal együtt mind többet és többet láttattak a költőből, az emberből, Ady Endréből. Ennyi fért hírműsorunkba pont ma. Internetes honlapunkon és teletext oldalainkon további részleteket találhatnak témáinkról, észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS üzenetekben várjuk, elérhetőségeink a képernyőn. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a hírek hátterével, a pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben. Várom Önöket. Minden jót, a viszontlátásra!